körülbelül 39 ezer hektárig jutottunk, ahol a Hungária takarék 3 megyében tevékenykedő ügyfélkörre érinteni a mezőgazdasági szántóföldi növénytermesztésben. Azt gondolom, ez egy elég impozáns szám. Gáspár Csaba, a pénzintézet ügyvezető igazgatója azt mondta, egy alapvetően mezőgazdasági termeléssel szakosodó vidék pénzintézeteként kiemelten fontosnak tartja, hogy a gazdaság szereplői képet kapjanak a jövő lehetőségeiről, és ehhez képest a pénzintézet stratégiájáról. Majdnem 5000 mezőgazdasággal foglalkozó társasvállalkozásnak, illetve speciális őstermelői, családi, gazdálkodói alakulatnak vagyunk a pénzügyi partnerei. Ha abból indulok ki, hogy körülbelül 7000 vállalkozói partnere van a takarékszövetkezetünknek, akkor látható, hogy abszolút meghatározó a mezőgazdasági orientáció. Nyilván itt a fővonalat a szántóföldi növénytermesztés viszi, hiszen ma még Magyarországon ez a meghatározó ága a mezőgazdaságnak, de szép számmal találunk gyümölcstermesztéssel, illetve állattenyésztéssel, baromfi, sertés, és egyre inkább feljövve van a hús célú marhatartással foglalkozó partnereknek a köre. Az előadó Hollósi Dávid, a Takarék Agrárigazgatóságának vezetője azt mondta, csak hosszú évek átlagában lehet a mezőgazdaságban tendenciákat megállapítani. Úgy fogalmazott, jól láthatóan a föld az egyik legbiztosabb befektetés ma Magyarországon. Megítélése szerint egyes ágazatokban a hazai mezőgazdaság versenyképes marad az Európai Unióban. Mindig is ellenfél leszünk, és azt gondolom, hogy erős ellenfelek leszünk, és már most is versenyképesek vagyunk. Azért be kell látni, hogy például kukoricabúza termesztésben komparatív előnyökkel rendelkezünk. Lényegesen jobb adottságaink vannak, mint Európa legtöbb országának. Ugye nem véletlen, hogy erre alapul egyébként a baromfi tenyésztés és a sertés tenyésztés, amit azt gondolom, hogy tradicionálisan komoly hagyományai vannak Magyarországon. A pénzintézet a hagyományos szolgáltatások mellett tervezi, hogy a jövőben tanácsadói hálózatot működtet, megőrizve ezzel azt a közvetlenséget, melyet a takarékcsoport az elmúlt közel 50 esztendőben felépített, mondta Hollósi Dávid.